Elkészültek a Veréb-Vágyúró Etyek településeket összekötő országos közút nyomvonalának tervei, melyeket szerda délután ismertettek a megyeházán. A közúthálózat kiépítése régóta indokolt, szükségességét a megyei közlekedésfejlesztési terv is rögzítette már 21 évvel ezelőtt. Ez egy olyan új úthálózati elemnek a kiviteli terveinek az elkészítését szolgálta, amely összeköti ennek a fejlesztési területnek a különböző pontjait, jelesül Pannonia szívének az egyik zászlós hajóját, Etyeket, Budapest szőlőskertjét, amely talán ennek a területnek az egyik legnagyobb idegenforgalmi vonzerővel bíró települése, és a Velencei tavat. A tervezőcég, vagyis a Speciálterv építőmérnöki Kft. Munkatársai az érintett települések lakóinak véleményét is figyelembe vették a tervezési folyamat során. Többször egyeztettünk a polgármesterekkel, tavaly május folyamán volt egy társadalmasítás, ami a időközben elkészült nyomvonalakat mutatta be, adtuk társadalmira közre, ehhez érkeztek minden településről jelentős számban vélemények. Ezeket figyelembe vettük, és a folyó tervezés során a nyomvonalat ennek megfelelően módosítottuk. Az elkészült dokumentáció alapján az útszakasz teljes hossza csaknem 22 kilométer lesz. Ebből egy nagyságrendileg 12 kilométer hosszú, jelenleg is használt földút szilárd burkolatot kap, 9 kilométeren pedig teljesen új út épül. Az útvonalon a maximális sebesség 90 km/h lehet majd, a pályatest paramétereit ennek megfelelően alakították ki a tervezés során. A tervezés 525 millió forintunkba került, 550 millió forint volt a rendelkezésre álló összeg, a közbeszerzés győztese 525 millióért valósította meg a teljes tervezést, és a kivitelezés a mai áron számolva nagyságrendileg nettó 37 milliárd forint tagsált költséggel bír, de az építőipari áraknál fontos hangsúlyozni, hogy ez a mai árral számolt költségvetés. A kivitelezési munkálatok akkor kezdődhetnek el, ha központi forrást sikerül biztosítani erre a célra, ennek megléte esetén pedig körülbelül 3 év alatt készülhet el az útszakasz.